Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, itt vagyunk a Hit Rádió stúdiójában, és még mielőtt bemutatnám a mai vendégünket, mindenkit arra kérek, hogy iratkozzon fel a Hit Rádió YouTube csatornájára, hiszen akkor küldünk újabb és újabb értesítéseket a videóinkra. Továbbá örömmel fogadjuk a támogatásokat is a www.hitradio.hu/támogatás oldalon, akik támogatnak minket, több extra tartalommal is gyarapodhatnak. És akkor nagy tisztelettel köszöntöm itt a rádió stúdiójában Pityinger László dobmentő a mai vendégünk. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hello, és köszönöm szépen a tegezési lehetőséget. Igen, mondjuk magázódhatnak, hogy a jó napot kívánok, uram, üdvözlöm. Ne, meg, ez sokkal jobb. Kicsit feszélyezne. Az ATV-ben volt egyszer egy ilyen, hogy bementem egy beszélgetésre, és a műsorvezető hölgyel nagyon jól tegeződtünk, és utána megszólított a műsorba, és azt mondtam, hello, és akkor meg volt lepődve, hogy miért tegeződöm vele, úgyhogy ez így sokkal jobb, hogy maradtunk az eredeti farbánál. Szóval Dopman úr, akkor még Dopman vagy? Persze, az is, hogy ne. Ezt a nevet magamnak adtam, úgyhogy ezért szeretem. És ez belefér a mai Pityinger László image-be? Abszolút, mivel törekszem arra, hogy ez ne egy image legyen, emiatt semmi bajom vele. Tehát pont, én imádom a dopmenségemet. Pont itt az adás alatt beszélgettünk, hogy én gyerekkorom óta figyelem, megkövetem a te zenei és egyébként mindenféle munkásságodat, és hogy nagyon sokat változtál. Azt fel tudod sorolni, hogy mik voltak az életedben így a legfőbb változási állomások? Hát ha mostani szememmel nézem, akkor az egész életem egy folyamatos változási állomás, de nyilván volt egyfajta gyerekkorom, ez nagyon meghatározó volt. 8. kerület. Igen, 8. kerület, de az enyém egy kicsit ilyen dualisztikus állapot volt, mert én egyszerre kaptam a gettót, és egyszerre kaptam egy nagyon szerető családi közeget, tehát mindenféleképpen olyan csomaggal indultam el, ami egy ember személyiségfejlődésében nagyon fontos lehet. Bent volt a szerető családi légkör, kint meg az utca? Igen, pontosan. Egy ilyen érdekes kettőség. De nagyon érdekes, hogy a pályát kezdetén inkább az utcavonalat. Abszolút. Az őszinte volt a részedről, az jobban tetszett, vagy jobban volt eladható? Részemről nagyjából minden mindig őszinte volt. Tehát ha valamit bárki túlzásnak érzett a pályámban, az főképp a zenei szövegekben lehetett, tehát nyilván ott dolgozott valamiféle forgatókönyvíró bennem, tehát csiszolgattuk a sztorit, hogy még izgalmasabb legyen, de nem áll túlzottan távol a valóságtól. Egyébként meg az akcióimat mindig mindenki végignézte, tehát a karakterem az sose volt titok, nem nagyon rejtettem semmit így a zsákba. Tehát nem játszottam zsákba macskát. Érdekes ez az őszinteség kérdés, hát nyilván maga a személyiség, a persona, ugye ez egy érdekes kifejezés, a per az maszkot jelent, a szóna az meg ezt a csövet. És úgy áll össze a személyiség, hát a személyiség az egy maszk, tehát mindannyian jelmezeket viselünk, sokan többet is, aztán akik össze vannak zavarodva, azok skizofrének, hát az ókori görögöknél ugye maszkot viseltek, és ezeken a csöveken át beszéltek. Ez lett a persona, a személyiség. De valamilyen módon egy ilyen ösztönös vezérléstől fogva, vagy nem tudom, hogy mi volt az, igyekeztem mindig a legtöbbet mutatni magamból. Ha károm, ha előnyöm származott belőle. Tudtad irányítani, hogy mit mutatsz, vagy az irányíthatatlanná vált egy idő után? Én eléggé irányíthatatlan voltam, sokszor magam számára is. Az szóval, nem félelmetes? De félelmetes figura is voltam sokszor szerintem. Magad számára is? Azt nem vettem észre. Amikor meg észrevettem, akkor már változott a világlátásom. Tehát bennem van egyfajta tűz, nevezük így, költői hasonlattal, ami, mint mindenki másban egyébként, ilyenfajta életenergia van, és ez nagyon pulzáló, nagyon erős energia, ez nagyon nagy dolgokat tud felépíteni, és össze is tudta rombolni ugyanúgy. Ugye a rap világában nagyon gyakran, és ez a mai napig így van, hangsúlyozzák azt, hogy a gettóból származok, igen, meg hogy az utca nevet, meg hogy gangster vagyok. Uh-huh.
ez nálad mennyire volt tényleg így? Hát a szüleim neveltek, meg az utca. Az két külön nevelési módszer volt? Pontosan, igen. Tehát a családi közegemből megtanultam azt, hogy milyen az, amikor olyan fundamentumokkal, vagy fundamentumok illúziójával nevezük inkább így, hiszen a világ az folyamatosan mutatja, hogy a fundamentumok és illúziók is szétszakadnak, de olyan alapokkal indultam el, ahogy szerintem egy embernek érdemes elindulni az életében. Szüleid mivel foglalkoztál? Hát anyukám az velünk foglalkozott, tehát ő hivatásos anyatigrés, apám meg dolgozott gyárba. Meg volt repülőgép szerelő, aztán a kommunizmusnak a végén, vagy kádárizmus, nevezzük inkább így, mert nem volt ez kommunizmus, annak a végén már elkezdtek vállalkozni. És akkor sikeres vállalkozók is voltak egészen addig, amíg a húgom meg nem született. Ott a húgom fogyatékossága során nagy válságokat élt meg a család, de aztán ezt is kezelték. Tehát végül is, hogyha úgy nézem, mindig mindenen át tudtak bucskázni, és egy nagyon sikeres életpályát tudtak a magukénak. Úgyhogy egyrészt volt ez, másrészt pedig volt az a 8. kerület, ami most már nem olyan, mint volt, de amikor én gyerek voltam, az egy nagyon érdekes közeg volt, ezt sok interjúban el is mondtam, hasonló szerintem ahhoz az időhöz, ami a Harlemnek lehetett New Yorkban, annak is volt egy ilyen fölfelé ívelő időszak, amikor egyszerre voltak ott a jazzzenészek, meg ez a ragtime feeling, meg a nagyon izgalmas kulturális közeg, és egyszer a gengszterek, meg a stricik, meg a prostituáltak, és ez az éjszakai élet. Tehát volt egy ilyen kettőség ebben. Persze kicsibe, meg szocialista módon, visszanézhető a YouTube-on a Kai című film, az úgy nagyjából rezonál arra, hogy ez hogy nézett ki, de egy nagyon izgalmas közeg volt, és én ott nagyon sokat megtanultam arról, hogy az ember az életben, mikor kihívások vannak, azok között hogy tud eligazodni, és tehát ezért mondom, hogy volt egyfajta ilyen kettőség. De ez elsősorban a gyerekkorom volt, amikor a... A szüleid el tudták azt magyarázni, hogy az az utca, az nem teljesen a normális világ, és a mi családunk a normális világ? Anyám az tulajdonképpen hát egy gyönyörű szőke nő volt, és ott a lakótelepen csodálták, hogy ő nem is abban a világban élt. Tehát amíg én aztán az éjszakában nem kezdtem el masszívan forgolódni különböző társaságokban, addig ő nem is tudta, hogy ő miben van. Ő mármint nem, hogy bolond volt, vagy hülye. De akkor lehet úgy is élni a 8-kerbe, hogy nem vagy annak a része. Pontosan. Lemész a boltba, fölmész, de egyébként nem vagy része, igen, annak, ami a mélyben zajlik. Abszolút. Apám aztán, mikor látta, hogy ilyen bandázás felé megy az életem, azért igyekezett megfogni a grabancomat és megrázni többször is, de aztán, mikor 14 éves voltam, akkor a Kölcsey Ferenc gimnáziumba vettek föl, és akkor ott belekerültem egy másfajta környezetbe. Nyilván ott is megvoltak a tinédzser kor által az ütközéseim. Aztán utána, amikor végeztem a gimibe, akkor én már nagyjából tudtam, mivel akarok foglalkozni. Jogra akartál menni, ugye? Azt ők akarták. Azt ők akarták, de kellett volna különben. Tehát, hogyha fiatalnak tanácsolhatok bármit, akkor igyekezni kell minél több lábon állni. Legyen valami, amiért amiben mindent belead az ember, és amit nagyon szeret csinálni, de kellenek menekülő utak. Mondjuk a fene tudja, az meg, hogy valamiben igazán kiteljesedje, az meg el kell dobni a mankókat. Szóval ki tudja, hogy ez hogy működhet a legjobban, személyre szabott. Ők szerették volna, én már akkor rapsztár akartam lenni. És két választásom volt magam felé. Az egyik az, hogy bűnöző leszek, a másik meg az, hogy rapper. És aztán... És nehéz volt a döntés? Nem igazán, és pontosan azért, mert amit otthonról hoztam, az nagyon felerősítette bennem azt a fajta, hát ezt elsősorban erkölcsnek vagy morálnak szokás nevezni, én inkább valami igazságok feletti igazságnak tartanám, ami a helyes döntés.
Tehát harcos kis figura voltam, meg akaratos, meg konok is, céltudatos, de sose mentem túl bizonyos határokon. Tehát, hogy én nálam gyengébbet vagy kiszolgáltatottat bántsak, ilyenre nem tudtam volna vette menni. Az első albumod első dala, Magyarország rémálma. Mr. Dopman itt van már megint. Ez a második. Második albumod, bocsánat. Igen. Akkor még izgalmasabb. Mr. Dopman itt van már megint, felszívta az orra a sok kokaint, elővesz egy pisztolyt és lövöldözni kezd, mert Mr. Dopman a maffiára tesz. Igen. Ez tényleg így volt? Vagy ez szerep? Mondhatjuk úgy, hogy így volt, igen. Tehát volt kokainod és pisztolyod? Pisztolyom otthon nem volt. Kokainom se volt otthon. Akkor miért volt így? Hát mert bennem volt. A lelkedben? Vagy? Nem, hát figyelj, hát, amikor ez a lemez készült, akkor én egyfajta Frank Sinatraként léteztem az akkori magyar éjszakában, és hát éltem az éjszakai életet. Aha, éltem az éjszakai életet úgy, hogy kell. De volt minden? Tehát drogok, alkohol, minden fegyver? Volt, amit el tudsz képzelni. Tehát én közvetlen tehát közelről... Tehát meg is élted, amit... Meg. Én ott mentem ebbe a sztoriba. Az, hogy Mr. Dopman a maffiára tesz, ez azt is jelenti, hogy neked ne mondja meg a 8. kerületi alvilág, hogy mit csinálj? Nem. Hát én nagyon jobban voltam a 8. kerületi alvilággal, meg más alvilági jelenségekkel is, akikre ma már esetleg ilyen legendaként tekintenek, hát ma már egy teljesen más világban, és ez egyáltalán nincs rosszul, tehát ez nagyon jó van így, de hát abban a koromban, amikor ezt csináltam, akkor én ezt éltem. Nekem nagyon tetszett a Cosa Nostrának, a olasz mafiának ez a szervezetisége, meg működési elve, meg a hozzá ragasztott ilyen mitikus, misztikus történéssor. Nagyon izgattak ezek a fajta filmek, könyvek, tulajdonképpen nagyon profi mafia történész vagyok, mind a mai napig. És hát egyébként meg az a közeg, ahonnan én jöttem, tehát a többség az ebbe az irányba ment. Hát a TKO, az Ogli G, a Kicsi Tyson, meg nagyon sokan, akiket én ismertem, és a baráti társaságomból, meg azokkal, akikkel jó kapcsolatot ápoltam, azok elmentek az éjszakába, és akkor voltak ezek a úgynevezett magyar módon felépült az alvilág, voltak ezek a bűnöző brigádok, és akkor minden brigádban volt barátom, aki ezekkel dolgozott. A zenészek, azokkal. Művészek ebben az egész struktúrában hol foglaltak helyet, akiket ne bántsunk, mert ők szórakoztatnak minket, meg akikre büszkék vagyunk? Voltak olyanok, akiket ne bántsunk, voltak olyanok, akiket bántani akartak. A szövegeik miatt, vagy túl rossz előadókat? Akár, vagy csak úgy. Aha. Tehát aztán voltak olyanok, akiket pedig ilyen szerves valamiként fogadtak el. Hát én mondhatni, ezek közé tartoztam. Tehát sose lettem aktív bűnöző, és ennek nagyon örülök. De lesz, de hajlam megvolt benned? Bizonyos módon megvolt, de... Ez ilyen egészséges csibészség, vagy már a azt gondolom, hogy az egészséges csibészség. A gonoszság mindig távol áll tőlem. Tehát mindig volt bennem fék, hogy ez már nem. De volt, amikor nemet kellett mondani? Nem. És olyan... Nem voltam, tehát például visszatérve a drogokkal kapcsolatos élményekre, nekem azért volt szerencsém, és ez egy nagyon szerencsés dolog, bár mindannyian folyamatos függésekbe éljük az életünket, tehát levegőfüggésünk van, tehát nem tudunk levegőt venni, megfulladunk. De alapvetően egy nagyon szuverén alkat vagyok, és elég hamar észreveszem, hogyha valami rabságba akar ejteni. Emberi kapcsolat, bódítószer, bármiféle szokás, szánt szándéka, nem élek a rossz szokások, és ez általában engem felháborít. És éppen ezért sokakkal ellentétben nem nagyon lettem áldozata semmilyen ilyen dolognak, mert még időben eljött az a pillanat, hogy hé. Ugye az előbb azt mondtad, hogy azért nagyon nehezen tudtad megfelelni, vagy így szabályok szerint élni, és ez sokszor saját magaddal kapcsolatban is így volt. De mennyire, és ugye az előbb azt is kérdeztem, hogy mennyire tudtad irányítani ezeket a dolgokat, és mondtad, hogy azért viszonylag nehezebben.
Ez mennyire jelentett neked problémát, főleg akkor, amikor már híres lettél, amikor befutottál, hogy van egy életed, te magad is egy termék vagy, de valójában nem is tudod irányítani, vagy nem feltétlenül tudod megmondani a logikát, hogy mi történik? Lehet, hogy nem teljesen jól fogalmaztam. Tehát ezeket az építő-romboló folyamataimat nem tudtam megfelelőképpen irányítani. De egyébként egy nagyon céltudatos, törekvő, mondhatni idézőjelbe véve erőszakos konokfigura voltam. Tehát akkor tudtad, hogy... Tehát ha én valamit el akartam érni, azt elértem. Erre a példa a pályám. Szóval az én pályámat az soha senki nem akarta. Se lemezkiadó, se a többi előadó, sokszor a közönség se, a másképp gondolkodók, az ilyen ízlésűek, az olyan ízlésűek, most is rengeteg ilyen élményt kiváltok, hogy fú, most ezután, most azután, mert megnyilvánulok valamilyen módon. Sőt, mindig volt egy olyan érzetem, hogy kicsit a világ előtt szaladok. Azokkal, amiket mondok, megfogalmazok, és akkor esetlegesen utólag az idő visszaigazolt. Ez a lemezekkel kapcsolatban is így van, a filozófiával, a politikai véleménymondásommal. Valahogy az idő aztán utoléri azt, amit beszéltem. Ez nem azt jelenti, hogy én valamiféle messiásnak képzelném magamat, vagy profétának. Egész egyszerűen így működtem, de azért fogalmaztam helytelenül, mert ha valamit szerettem volna, vagy akartam volna, azt megcsináltam. Szóval így lettem zenész, így lettem idézőbe véve népszerű ember, ismert ember, így jutottam el arra a szintre, hogy mondjuk, hogyha 10 embert megkérdeznek Magyarország, akkor azért 8 tud valamit arról, hogy én ki lehetek. De tehát ez a tűz, ez viszont úgy lobogott, hogy akkor még nem voltam ráhatással arra, hogy ez mindig építő legyen, vagy éppen most ne romboljon. Sajnos ez a korral jár, meg az az adott környezettel, meg állapottal. Tehát, hogy amiben egyébként voltam szórakoztatóipar éjszaka, hát ez így működik. Mennyire gonosz világ ez az éjszaka, meg a szórakoztatóipar? Szerintem nincs gonosz világ. Én szerintem a világ az mindig egyensúlyban van, csak mi aktuálisan az álláspontunktól függően, hogy közelítünk a világhoz, élhetjük meg gonosznak. De nem érzed úgy, hogy Magyarországon a 90-es, 2000-es években a szórakoztatóipar kereskedelmi tévéstől, könnyűzenei előadó művészettől egy tudatos ilyen népzüllesztés és népbutítást hajtott végre, és az értékes dolgokat kicserélték deviáns, megértéktelen dolgokat. Nem vagyok ebben biztos. Azt gondolom, hogy amik hozzátesznek a világhoz, azok mindig aktuálisan az adott pillanatban kevésbé népszerűek. Tehát, hogy most a legnagyobbakat vegyem elő, Jézus Krisztus, vagy személyes kedvencem másik, a Buddha, mindkettőt mód felett tisztelem és nagyra tartom. A munkásságukat és azt, amit örökül hagytak. Példának okáért ez a két ember nem választotta a pénzt, nem választotta a hírnevet, az adott korban rengeteg kérdőjel érte őket, viták, ugye kiváltottak olyan történéseket, amik akár katartikusan drámaiak voltak, vagy más módon kérdőjelezték meg az üzenetüket, és nézd meg, mióta megtörténtek a világban, még mindig itt rezegnek velünk. Igen, de mondjuk szóval Jézus Krisztusnak és Buddhának a hozzáadott értékét, azt értem. Egy előadó művésznek mondjuk a trágár indulatokkal teli dalszövegének a hozzáadott értékével kapcsolatban már jóval több a vita, és nyilván a művészi élvezhetőség és egyebek részét azt értem, csak itt az érték a kérdés. Hát az érték az megint már relativitásnak a univerzumában van. Kinek mi az érték? Hát szerintem az az érték, ami, ha mondjuk amit társadalmi szempontból fejlő. Nézzük, na aminek jó gyümölcsei vannak. Szerintem Vionnak bizonyos tekintetben vannak értékei, és egy csomó az esztétikai kérdés szerintem. Hát na, erről van szó.
Tehát, hogyha úgy nézem... És miközben mondjuk filozófiai szempontból komoly vitáim vannak nyilván. Ezzel nincs gond. Az NWA, a gangsterep megalkotói, a Straight Outta Compton lemeze, mód felett harsányú, csúnyán beszélve, reflektálnak egy életszituációra. Tehát, hogyha az a zene, vagy az a művészet, ami valamilyen eszközzel előad valamit, ami az életben van, és az valaki számára tanulsággal szolgálhat, akkor az tök oké. Ha nem szolgál összességében tanulság? Például a saját és a korosztályod munkásságát hogy érzed, hogy ők értéket teremtettetek Magyarországon? Hát azt gondolom, hogy igen. És miket tartasz a legfontosabb üzeneteknek és értékeknek? Amit, hát zeneileg mindenféleképpen forradalmi volt. Tehát olyan zenei struktúrákat, meg olyan formátumot csináltunk Magyarországon, ahogy azt előtte senki más nem. És próbálkoztak mások is ezzel, de olyan szintű ismertségre, meg akkor a műfaj teremtése senkinek nem volt alkalma, mint nekünk. Szerinted ennek... ez miért alakult? Ez már a kárteles időszak egy? A kártel, a dopman, igen. Szerintem mi voltunk a leginkább karakterek, ahol összeállt az egész csomag. Egyébként meg... Ehhez a karakter kell, mert azt mondtad, hogy zeneileg ott nyilván kell egy komoly csapat, aki jó zenéket, meg korszakalkotó dolgokat. Tehát, hogy mennyire a karakteren, és mennyire a zenén múlik mindez. Hát ez egy csomag. Tehát hogy ez nem úgy van, hogy külön teszem, és akkor... Szóval ez olyan, mint egy film, egy könyv, a borítójával, a fejezeteivel, a szereplőivel együtt működik. És akkor valakire kihegyezem. Van egy lead. De egyébként meg amik értékek, szerintem a rendszer kritika az mindenféleképpen az volt, bizonyos fajta nyelvújítás is volt benne a káromkodáson túl, tehát tulajdonképpen talán egy egész nemzedéknek a szlengjét, meg az utcai nyelvezetét határozta meg, és hogyha magam nevében beszéltek magamról, ami nem akarom, hogy ilyen önfuttatásba menjen bele, de ha így a szövegemet, amiket írtam szövegeket, és kiveszem azokat a dolgokat, amikor napi aktualitások alapján fogalmaztam meg dolgokat, akkor vannak, megjelennek az örökérvényűségnek a jelei. Tehát, ami nem azt jelenti, hogy én vagyok örökérvényű költő, de olyan dolgok, olyan jelenségek fogalmazódnak meg, amik valamilyen formában az életben mindig jelen lesznek. Legtöbbször egyébként, hát valljuk be, mi a dzsungellel foglalkoztunk, és a dzsungelnek a működésével. Mennyire követed a mai előadókat, és hogy látod, ők milyenek? Hát nagyon sok mindenkit figyelek, és nyomon követek, és azt gondolom, hogy ők olyanok, mint a korszak. Tehát én nem tekintek úgy korszakokra, meg emberekre, hogy na, itt most már nincs minőség. Tehát vissza a két nagy tanítóhoz, értjük a hozzáadott értéküket, de a korukban nem feltétlenül értették a hozzáadott értéküket. Sőt, tehát itt is azt mondom, hogy most is van, aki ügyes, jól csinálja, hittet tehetséges. Például ügyesnek és tehetségesnek. Rap műfajon belül. Például most, akit láttam, egy Pogány Induló nevű szegedi srác. Nagyon dzsunga gyerek. Az az Instagramon a neve, hogy Kis Tetű. Óriási karakter. Tehát hatalmas karmagyártó. Minden szempontból olyan, ami ennek egy ilyen igazi reparcnak lennie kell. És egybe van nála a time, a flow, a ritmika, a szövegek. Tehát nagyon sokan vannak tehetségesek. A mai fiatalok sokkal könnyebb helyzetben vannak, mert készen kapnak olyan példákat, amikből sokkal könnyebb megtanulni zenét, autentikusan csinálni. Megkészen kapnak külön platformokat, és nem kell nekik kopogtatni mondjuk. Ez szerintem nehézség. Igen? Ez nehézség. Ha megnézed,
az a világ, ahol mindenkinek van platformja, ott nincsen senkinek. Tehát ilyen szempontból akkor nem szerettük a lemezkiadókat, meg egy csomószor azt gondolom, hogy hülye módon hoztak döntéseket, mert olyan dolgokat adtak ki, tehát nehogy azt higgyük, hogy régen nem volt ilyen gagyi zene, amit gagyinak hívnak, vagy nekem gagyi. Hát lehet valakinek az volt a legjobb. De ha egy szűrőn átverekedte magát az, aki tehetséges volt, és nagy dolgokat csinált, akkor az tényleg oda került, ahova kéne kerülni. Manapság már egy Bruno Marsot, aki azt gondolom, hogy mai napoknak az egyik legtehetségesebb zenésze és énekes, és korszakos figura, tehát egy kellő pillanatban Michael Jacksonhoz mérték volna, már csak azt tud róla, hogy mi van vele, aki oda megy a Instagramjára, és megnézi, hogy hát engem érdekel a Bruno Mars. De nincs már olyan, mint a Michael Jackson volt, hogy a Michael Jackson kiadott egy számot, és akkor az egész világ tudta, hogy a Michael Jackson kiadott egy számot. Tehát egy mai fiatalnak ugyanez van a tartalomgyártásban. Tehát például én beleakadtam egyszer egy videódba, és nézem, hogy hoppá, milyen kérdezés van, hogy készül a riport, végre valódi újságírást tapasztalok a szónak a riporteri mi voltában, és elkezdtem figyelni a műsorokat. De úgy, mint régen a Vitraiba nem akadtam volna beléd, érted? Tehát, hogyha én véletlenül valaminek a folytán, úgy véletlenek mondjuk nincsenek, csak az okokozati láncban nem értem, hogy az miért történik, de ha nem akadok beléd, akkor úgy fene se tud. És ez nem azt jelenti, hogy 100 000 feliratkozód van, 1 millió, 2 millió. Viszont ez ma mindenki réteg sztár. Ha nem akadsz belém, akkor lehet, hogy az MTV képernyőjére például soha nem kerülök. És ugyanígy lehet, hogy van egy csomó olyan zenész, aki így most legalább a közösségi médiának köszönhetően elkezdheti, mert amúgy soha nem kapna lemezszerződést, meg soha nem hívnák be egy kereskedelmi csatornához. Jó, az mindennek vannak vesztesei. Tehát például a politikában a Noára volt egy ilyen vitám a Mandinerben, és ugye nagyon hőzöngött, hogy mi van a művészettel. És mondtam neki, hogy figyelj, én teljesen megértem a szempontodat. Mert a te szempontodból most igazságtalan a világ. Jó, kicsit farizeus ez a szempont, mert azért ő kap olyan szerepeket, ami attól a világtól, amit igazságtalannak tart, de akkor is elfogadom a lázadását. Ki vagyok ki, hogy megkérdőjelezzem. De meg kell érteni, hogy a vesztesek, nyertesek játékában, hogyha az a világ lenne pozícióban, amit a Noir szeretne, akkor megjelenne egy másik vesztes. És akkor az lenne elégedetlen. És lehet, hogy a Noir világ az megérdemli, hogy vesztes legyen. De az, aki vesztes aktuálisan, ő nem gondolná azt, hogy ő neki vesztes szerepjár. Csak felmerül a kérdés, hogy nem lehet ezt teljesítmény alapján csinálni, és akkor aki vesztes, az jogos vesztes, bár pont a művészetnél ezt a teljesítmény dolgot nagyon nehéz értékelni. Nagyon nehéz. Te mennyire tudtad helyén kezelni a sikert? Hát anyagi szempontból kezdetekben nem nagyon. Sok pénz jött és sok pénz ment? Pontosan, persze. Tehát én végigjátszottam az egész kötelező kört, amit ezzel kapcsolatban meg kell csinálni. Az mit, hát elvitted a kaszinóba, vagy? Nem, mulattam. Nem, én nem voltam sok kaszinós. Sok pénzt mulattál? Csajoztam, jó helyekre jártam, utaztam, bejártam a világot. Egyébként is egy adakozó szellem vagyok, és ezt a jó szokásomat mind a mai napig tartom, és az adakozás különben, főleg az elvárás nélküli adakozás az egyik legnagyobb erény, amit ember gyakorolhat, úgyhogy erre bíztatok mindenkit. De akkor is ilyen voltam. Tehát amin volt, szétosztottam, adtam, mentem, jól éreztem magam, de azt gondolom, hogy elkülönben nem voltam szálva. Sokan keverik, hogy volt egy ilyen alapvető gizdaságom, flegmaságom, de erre épült föl a karakterem, tehát én... Meg az már a siker előtt megvolt, az nem? Megvolt, igen. Tehát, mennyire játszottál? Ahhoz képest nem szálltam el. Ne, tényleg így, hát még a fejem is így járt. De rájátszottál, vagy tényleg ilyen nem, voltál? Nem, ilyen voltam. Tehát már előtt, tehát volt nem benne az meg volt, ki, ha én nem stíl. És ez miért volt? Nem tudom.
Ez jött belőlem. Magasabb rendűnek is érezted magad? Mindenféleképpen különlegesnek gondoltam magam, igen. És volt ennek alapja? Tehát, hogy különleges vagyok, mert? Hát, mert valamiben sokkal jobb vagyok, mint mások. És ez volt a rap? És én ezt tudom, hogy ebben jobb vagyok. Hát például a rap is ez volt. Manapság ez már nem így állok. Tehát azt gondolom, hogy minden ember a maga jogán különleges, max nincs vele tisztában, hogy mibe. Az, hogy én ebben különleges vagyok, és én rátaláltam, ez egy tök szuper dolog, de nem vagyok én se több, se kevesebb, mint bárki más. Mindenkinek ott van egy alapvető készséglistája, ahhoz hozzá tud nyúlni, és hogyha megfelelőképpen használja, akkor működőképes emberke lesz a világban. Ha nem, akkor meg szenved. A változási pontokról kezdtünk el beszélgetni, és mielőtt erre a beszélgetésre készültem, így olvasgattam veled kapcsolatban, és nagyon sokan fogalmazták meg azt, hogy aztán valami fordulat mégiscsak volt az életedben, mert hogy úgy lenyugodtál, meg megváltoztál. De akkor ez, ha jól értem, ez egy folyamat volt, és nem egy ilyen pont volt, ami... Nem pont volt. Ez igazából, tehát ez a forradalmiság, ez mindig játszott bennem. Most is ez játszott? A harcosság, most is. Hát most vagyok a legnagyobb kihívásba. Figyelj, például a Buddha, az nem véletlen volt egy harcos kasznak, az egy harcos. Tehát azt, amit ő megcsinált, azt a papi kasznak a tagja nem biztos, hogy meg tudja csinálni. Tehát én egy törekvésben vagyok. Ez ugyan, mint ahogy például valamennyire megtanultam boxolni 19 év alatt, jó, bánta az orrom, a füleim, meg minden más, de tehát bennem van elhatározás, ismerem a saját magam képességeit, hogy mire vagyok képes, és ez egy ilyen útnak a része. Tehát attól függ, hogy hova irányítottam azt a harcost, amit én, ami vagyok. Akkor háborúkba vittem a hajómat. Viharba. Imádtam a viharba lenni. Most is megbirkózom a viharral, de én már nem akarok mindenáron viharba kerülni. De most is egy ugyanolyan törekvést csinálok, tehát amikor ilyen látványossá vált ez az egész, ez tulajdonképpen, mikor a főiskolára jártunk az öcsémmel, akkor kezdett el kiteljesedni. Ez a tankapuja buddhista. A tankapuja, igen, és ott a első évben, mikor a beadandókat írtuk, a Jelen János volt a rektor, akit én nagyon szeretek, és nagyon tisztelek, és egy hatalmas figurának tartok, és az ember az Kambodzsában volt a kormányzó, amikor a vöröskmereket kiűzték, meg Vietnámban volt nagykövet, szóval egy nagyon képzett, nagyon okos ember, és rettentő fontos emberi értékei vannak, és ilyen beadandók voltak, és behívott. És külön mindenkitől, tudod, a jegyosztás, és hogy leült, és nézett rám, és azt mondta, hogy mit tanítsak magának. És akkor gyűlök, hát mondom, tanár úr, szerintem ezt-azt azért tudna. Azt mondja, jó, persze, forráskutatás, módszertan, ki, merre ment a Buddha. Nem ez a lényeg. Amiért itt van, azzal mit tanítsak magának. Azon tűnődöm, mikor olvasom az írásait. És akkor mondja nekem, hogy na jó, egy dolog van. Azt mondja, maga egy szamuráj, ez nem kérdés. Na most egy baj van magával, hogy ez a szamurájság olyan, mint amikor az elefánt bemegy a porcelánboltba, összetör mindent, aztán mikor kijön onnan, akkor egy ilyen macskává változik, valahogy menedzseli a helyzetet, és utána megint elefánt lesz, és törzúz. És megint macska lesz. Azt mondja, miért nem lesz olyan szamuráj, mint a Kurosawa filmben az a szamuráj, aki nem húzza ki végig a kardot. Mert már mikor bejön, tudják, hogy nem kell kardozni, és ő se akar kardozni. Akkor húzza ki a kardot, ha kell. És akkor mondom, hoppá, ez jó. Ez jó csomag nekem. Ezzel van mit kezdeni, nem kell eldobnom a karakteremet, nem kell elengedni a kardomat, és elkezdtem így élni. És rájöttem, szabad ne felejtsd, rájöttem, hogyha figyelek arra, hogy mikor kell kardot húznom, akkor rájövök, hogy nem kell soha. Tehát efelé törekszem, hogy soha ne kelljen kardot húznom. És azóta nem is húztál kardot?
Igyekszem nem. Még az extrovertáltságom, meg a cinizmusom és a szarkazmusom az itt tart a élőlények között, és emiatt még nem vagyok egy barlangba kopaszra nyírva, vagy bármi más ilyen zarándoklaton, úgyhogy nyilván véleményeket... De lehet, hogy ez majd egy ilyen korszakod? Fene se tudja, majd, hogyha már nem érdekelnek a nők. Ugye mit mondott Al Pacino, addig férfi a férfi, amíg a nőket nézi. Na most nálam még az a pillanat nem jött el, úgyhogy... Meg rengeteg dolgom van. Hát gyerekem van, húgom van, tehát nagyon sok olyan történet van, ami ide köt, megmondom ezek is. És ezzel azért rengeteg karmát gyártok magamnak így is, hogy le vagyok nyugodva, meg ugye folyamatos tükörtartás van az emberek számára és a magam számára is, úgyhogy ez még föntartja az izgalmas dolgokat, de ennek tudható be ez a nagy változás, hogy én elkezdtem ezen a módon gyakorolni, meditálni. Ugye a törekvésben vagyok, és ez akaratlan is kisimítja az embert. Nem csak úgy, mint kinézetben, hanem hát, ha keresztény gyakorló vagy, ha Jézust komolyan veszed, ha a szeretetet a szívedbe fogadod, és a szeretet által kezdesz gondolkodni, akkor egyszer csak megváltozik a tekinteted a másik emberre, amit rávetsz, és akkor hirtelen abból a tükörből más néz ki rád, megváltozik a világ. Na akkor beszéljünk a cinikusabb énedről, méghozzá politikáról, ami számomra nagyon érdekes volt, mert amikor elkezdted, akkor én komolyan azt hittem, hogy így lepacsisztál az ellenzékkel, hogy majd kapsz valamit, és akkor te ilyen díszcelebb leszel az ellenzék házatáján. Ugye ez nagyjából Bajnai Gordonnéknak az ászlóbontása idején volt emlékeim szerint a 2010-et követ. Még előtte. Ez 2010-ben kezdődött ez a dolog. De és 13-ban volt, hogy részt vettél ugye azon a igen, együtt a PMS. Szobor döntés. Igen, 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 amikor Orbán Viktor szobrot döntöttél. Igen. Hogy ez hogy jött nálad, hogy akkor így közélet, és hogy az ellenzék, aztán majd a mai nap azért is kérdezem, mert hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mennyit változott ez, mert a nyilatkozatait nézve sokat. Sokat bizony. Hát én alapvetően, ha ez a meghatározás bármit számít, én baloldali érzelmű ember vagyok. Ez a szociális dolog? Nem DK-s értelemben, de még csak nem is MSZP-sbe, hanem alapvetően azt gondolom, hogy egy fennálló rendszernek a elesetteket és a leszakadt rétegeket segítenie kell az emelkedésben. Hogy milyen módszerekkel ez lehet kérdés, de azt gondolom, hogy a rendszer őket nem hagyhatja magára, és nem használhatja őket eszközként a saját céljaira. Egyébként, ha keresztény törekvésben van, akkor se. Meg szoktak sértődni, hogyha azt mondjuk, hogy Jézus baloldali volt, de voltak ilyen jellegű vetületei mindenféleképpen a humánus szinten. És... tehát én alapvetően baloldali elgondolású ember voltam, ettől függetlenül nagyon keményen kritizáltam már a Gyurcsány kormányt is, tehát hogyha valaki visszaemlékszik a 2008-as lemezborítómra, annak a borítóján a Gyurcsány és az Orbán voltak egy rakétavetőnek a célkeresztjében, tehát egyáltalán nem voltam részrehajló, ami az elitet illeti. Aztán lehetett sejteni, hogy 2010-ben egy nagyon sarkos változás jön, és ami először ezt a belső forradalmamat meghirdette a Fidesz kormánnyal szembe, az az volt, alapvetően a jobb oldallal szembe voltak kételjeim, de a Perjes Zoli barátom, aki akkor még a Lánchíd Rádión volt műsorvezető, és nagyban hozzájárult a Fidesznek a sikeréhez, de mi jóba voltunk, jó haverok voltunk, és mikor ez a 2008-as lemezen megjelent, akkor nézte a borítót, és azt mondta, hát apám, majd most mi jövünk, ezt nem jól csináltad. És amikor ezt mondta, nem jól csináltam, mert ti jöttök, mert akkor mi van? Tehát ugye bennem azonnal jött, tehát mit kell, kik ezek, hogy majd tőlük félni kell, őket nem lehet kritizálni. Tehát hogy szembe találkoztam ezzel a mentalitással, ezzel a majd mi jövünk. Nem azoknak a mentalitása volt, akik a Fideszre szavaztak, hanem ennek a közegnek, hogy na majd most oda vágunk, érted? És akkor ebből alapvetően kialakult bennem egy ellenszenv,
Tetéződött ez egy gazdasági helyzettel, ugye, a válság, meg a következményei, és igazából ez úgy alakult ki, hogy én 2010-ben megírtam a Bémek című dalt, ahol ugye mindenki kapta szintén az áldást, és akkor az Orbánék nagyon nagyot nyertek, és el is kezdtek olyan nagyon keményen hatalmat gyakorolni. Tehát megerősítették a pozícióikat, a magánnyugdíj pénztárakhoz nyúltak, ugye ilyen unortodox módon vezették kifele a országot a gazdasági válságból, ami sokaknak, valljuk be, jogosan nem tetszett. Ez a Bémek című dal a himnusznak a vulgárisabb átirata. Hát használtam a himnuszt, mint refrént, igen. És akartam állítani egy párhuzamot az aktuális napi hangulat és a himnusz mondandója között. Hogyha művészileg akarom ezt megmagyarázni, vagy kritikai szempontból. Igen, itt mindenkit elküldtél, Gyurcsánytól a Jobbikon keresztül az LMP-n át a fizetett naplopóig. Mindenki. És akkor a Milla akkor alakult, tehát akkor az ellenzék egy hasonlóan szétesett pozícióban volt, mint napjainkban, és akkor ennek a szétesett pozíciónak a talaján kinyílt a Milla, mint egy virágzó valami, ami egyébként tőlem távol eső közeg volt, tehát nekem ez a belpesti értelmiségi közeg, ez tök, és ők se tekintettek rám úgy, hogy én a részük lennék, de annyira hangos volt a dolog, és valamilyen módon hát eléggé népszerű is lett, ezt imádták az emberek, és akik meg utálták, és annyira szembeálltak ezzel az ellenzéki közeggel, hogy ilyen véres kardot akartak belőlem csinálni. Na most, mikor a Bajnaiék megjelentek megint, akkor én már kérdezgettem a juhászikat, hogy ezek mit csinálnak itt. Tehát erről volt szó, hogy ez se jó, meg hogy de szóval akkor mondjuk az... ebből a közegből Juhász Péter volt, aki szimpatikus volt. Jóba neked. Voltam vele, de ugye ez az egész kör nekem nagyon alter volt. Tehát én nem ebből a világból származtam. Találtunk közös pontokat, de nem ebből származtam. Mindegy, fölkaptak. Ugye alternatív köztársasági elnököt csináltak belőlem. Arról a pozíciómról mai napig nem mondtam le, csak mondanám, szóval az még mindig akkor én vagyok. Mutatunk bele közelebb. Egy államfő. És ahogy gerjedt ez a politikai helyzet, ugye ez a fajta rendszerkritikám, meg lázadásom, meg a kormánynak és a köreinek a hozzám állása, ez egyre inkább úgy átcsodort az ellenzéki térfére. Amivel szemben számtalan kérdésem volt továbbra is. Voltak bizonyos körök a szocialista párton belül, akkori fiatal politikusok, szocietászosok, akiket úgy láttam, hogy ők azért távolabb állnak attól a politikai elittől, ami megmártózik a korrupcióban, meg a közpénztologatásban, meg ilyesmit. Tehát láttam olyan baloldali törekvőket, akik esetleg ezt egy olyan irányba vihették volna, ami tetszetősebb. Kit láttál ilyen szereplőt? Nem voltak feltétlen nagy nevű politikusok. Ma már ott vannak a városvezetésekben. Bihal Dávid, Veres Gabi, a Kamara Feri, meg sok ilyen kis fiatal srác. Egyébként, akit nagyon bírta, a Mesterházi Attila. Mai napig azt mondom, nem feltétlenül lenne Orbán váltó figura, de logikai futtatásait látva, vitakultúráját nézve, illetve bizonyos szempontból beszélgetéseket figyelve, felszólalásokat nézve, legalkalmasabb ellenzéki hát vezető figura lenne. Teljesen természetes. Szóval mi helye lenne ott most neki? Tehát ez átsodort így a baloldali térfélre. Most ide hadd kérdezzek, hogy amikor ide sodródtál, akkor egyrészt ez neked gazdaságilag, művészetileg hozott-e előnyt a baloldal számáról, tehát hívtak-e haknizni baloldali vezetésű bármilyen helyre, és a másik oldalról a Fidesz ezzel szemben alkalmazott-e ellened retorziókat? Ez egy majálisos fellépésbe, pár majálisos fellépésbe. Akkor meggazdagodtál belőle. Abszolút mértékben.
akkor még a Fidesz azért még csinyában bánt a dolgokkal, bár közvetlenül a B-meg után mondták le Hódmezővásárhelyi fellépésemet, tehát volt ilyenre is példa, mert az ANTS kiszédült a helyre, és valamiért egy pár hétre bezárta, mikor már ki volt velem plakátozva a város, de jó, az ember gangster rapper, meg public enemy, tehát azért föl kell készülni, ez mindig ezzel jár. Tehát ez Amerikában is ezzel jár, meg mindenhol, csak Amerikában ugye a nagy emberi, tehát az emberek nagy száma miatt külön válik a piac és a politika sokkal inkább. Na most igazából ott csúcsosodott a dolog, mikor volt a szobordöntés. Akkor már annyira csúcsra járt bennem ez a lázadás, meg a szarkazmus és a cinizmus, hogy megtörtént ez az eset, és akkor valóban utána nyúltak. Csak annyi, hogy itt tulajdonképpen volt egy rendezvény, ahol egy Orbán Viktorról elkészült egy Hungarocell szobor, mert ez is nagy dolog, hogy Hungarocell szobrot döntögettek, aminél aztán, tehát hogy az történt, hogy te előadtad a B-meg című dalt, és ezt követően pedig belerúgtál a szobor letört fejébe. Igen. Hát, mint minden férfi tette volna a gurul felé egy tárgy. Itt mérlegelted? Tehát ez egy tudatos performance, vagy előre megbeszéltétek? Hát a mozit, a humort azonnal összeraktam magamba, hogy a foci a kedvenc sport, meg minden, de ez egy ilyen, hogy mondjam, reflexzerű dolog. Most volt. Is megcsinálnád ezt? Nem. Senki politikussal? Senkivel. Tehát Orbán Viktor személyében egy érző lényről van szó. Most, ha mi ellenkező platformon vagyunk, ettől függetlenül őt sokan szeretik. Már nem a rajongói, meg a fanbase, van neki apukája, anyukája, felesége, gyerekei, unokái, stb. Tehát attól függetlenül, hogy mi más platformon vagyunk, nem kell bántani. Ilyen módon. Tehát lehet kritikát gyakorolni, stb. De akár meg is ütközhetünk a csatamezőn. Tehát azt gondolom, hogyha odáig csúcsol, ha valóban ez egy diktatúra lenne, ami ellen föl kell lázadni, és el kell távolítani a diktátort, akkor sem biztos, hogy ez ilyenfajta megoldás a leghelyesebb. Tehát mikor számtalan szó megfogalmaznak például valakit gonosznak, és most nem mondok nevet, meg oldalt, és akkor azt mondják, hogy az ellen az ördöggel is. Már nem is működik a dolog. Tehát, hogyha a gonoszszal állok szembe, akkor azt mutatom meg, hogy mennyivel vagyok különb, vagy törekvőbb, mint az az oldal. És bocsánatot kértél emiatt később? Vagy volt ezzel kapcsolatban bármi kommunikáció a Fidesz részéről, hogy ezt azért talán mégse? Nem, nem volt. Hát akkor ugye jött a rendőrség ügyem, meg a bíróságra járás 3 évig, amit azért különben mód felett szórakoztatónak találtam. Meg folyamatosan kavarta körülöttem az eseményeket. Hát a zenei lehetőségeim azért úgy megcsapantak, meg a közszerepléseim. Tehát, ezt érted alatt, hogy folyamatosan kavarták körülötted az eseményeket? Hát érezhető, hát jártam a bíróságra 3 évig. És érezhető volt egy olyan folyamat, hogy hát nem akarták, hogy én közszereplőként tündököljek, és abból profitáljak. De mártírt se akartak belőlem csinálni, mert azért jó érzékkel látták, hogy ez könnyen átfordulhatott volna abba, hogy most én leszek a helyi Navalnyi. Úgyhogy... Jó Navalnyi lettél volna? Szerintem jobb, mint a Navalnyi. Nekem nincsen villám, meg börtönt, nincs... Mindent. Mindent. Hát nem lehet megmérgezni. Egy igazi gyakorló az átalakítja a mérget. Elixíré. Ebben az időszakban mennyire, ugye ez már az a korszak, amikor mégiscsak van internet, közösségi média, egyébként, mennyire tudtad megtartani a közönségednek legalább a magját? Nem, hogy a magját, a közönségem hatalmas volt akkor is. Persze folyamat, egy baj van ezzel, hogy az ember véleményt mond, tehát ugye amit elvileg popstárnak nem szabad csinálni, megosztani az embereket. Hát mert ugye azt szokták mondani, hogy az én hallgatóim között van fideszes, igen, és MSZP-s, és DK-s is, meg mindenki, pontosan. Jobbikos és mi hazánkos. Igen, de én nem popstár vagyok, hanem gangster rapper, és nem rózsalovag. De akkor ebből ezzel azt mondod, hogy a gangster rapper az csak ellenzéki lehet? Legyen rendszerkritikus. De egyébként szerintem mindenféle művész és alkotó embernek érzékenyen kell reflektálni a rendszerre. Tehát
a rendszerkritika egyébként nem csak a kormányt jelenti. Tehát lehet, hogy egy rendszeren belül adott pillanatban nem a kormányt kell kritizálni, hanem az ellenzéket. Mert nekem most pont úgy tűnik, hogy az ellenzék kritikáid, hiszen figyelem, azok is legalább annyira szórakoztatók, mint a kormány kritikáid. És nagyon sok ilyet látok így a centrista emberek körében, Hont Andrástól kezdve Schiffer Andráson át egészen sokakig, hogy legalább olyan népszerűvé válnak azzal, hogy nem fekete-fehérben látják a dolgokat, tehát hogy a hülye Orbán és a tökéletes ellenzék, hanem igenis oda-oda szúrogatnak az ellenzéknek, és abban a pillanatban egyébként nyilván megkapják a Fidesz szekértolójának csodálatos címkét, ahogy ezt te is megkapod mostanában. Nincs vele gondom, hogy megkapom, de a bölcsember, aki figyel mielőtt megszólal, ha már megszólal, bár szerintem az igazi bölcsek inkább hallgatnak, de a bölcsember az látja, hogy ezért. Tehát nem, úgy, nem az zajlik, amiről beszélnek. Külön vált a valóság meg a PR marketing. És eleve károsnak tartom, hogy olyan helyzetet akarnak beállítani, ami nincsen. PR marketing szempontból lehet, hogy van, de valójában nem létezik. Egyébként, mire gondolsz itt? Hát most kicsit előre szaladtunk, de ugye diktatúráról beszélnek. Tehát például az a fajta diktatórikus utánam nyúlás, ami velem történt a Fidesz szemszögéből, az a világ legdemokratikusabb országaiban is megtörténik. És megtörtént volna. Mondom, az meg egy más kérdés, hogy Magyarországon nagyjából egy városállamnyi ember lakik, és ezért a politika, meg az üzleti szféra, illetve az ilyen-olyan struktúrák sokkal inkább összefűződnek. De volt, ahol megmondták, hogy azért nem lehet ide menned fellépni, vagy azért nem kapsz megrendelést. De hogy mondták meg? Vagy hát azt mondták, tudod, hogy elment az áram meg. Hát nem, nem. Egyszerűen nem hívnak. Hát az öncenzúrát is gyakorolják akkor. Tudod jó, hogy az a de tévé, azért... ahova főzni jártál, többet nem hívnak, érted, pedig csúcsnézettséget csináltál. De akkor tehát nem azért tudod. Nem hívnak, mert már kimentél a divatból, vagy meg már nem hoznád azt a nézőséget, közönség számot, bármit, hanem azért nem hívják, mert te vagy az, aki, meg, aki belerúgtál az Orbán fejébe. Abszolút. Hát, hogy kimentem volna a divatból, azt nem hiszem. Ezt a legutóbbi Hajdú Péteres beköltözéses műsorom, azt hiszem a 14 adásban a másik vagy a harmadik legnézettebb volt. És talán a legnagyobb hatású a lehetek szerintelen. Tehát az, hogy én a divatból kimentem volna, ilyet nem tapasztalok. Volt egy ilyen jellegű utálamnyúlás, egyébként teljesen megértem a szemben álló fél részéről. Ez a legtermészetesebb emberi reakció, amit gyakoroltam. De számoltál ezzel, amikor belevágtál ebbe az egész közéleti megmondó ember szerepbe? Hát már a reppelésbe is úgy vágtam bele, hogy én lázadok. De már a 90-es években is volt politika? A zenében? Persze. Nem a te zenédben, hanem politikai reakció. Annyiból a Gyurcsány éra alatt még lazábbak voltak. Tehát meg ez a Medgyesi éra, tehát még ott is ezek lazábbak voltak ilyen szempontból. Bátrabban mondhattál? Hát bátran mondtam még mindig, de például az Országház fantomja lemezt, azt elküldtem az összes pártnak, le se tojták. Tehát akkor nem tulajdonítottak ennek ilyen jelentőséget. Később szerintem annyira kihegyeződött a helyzet, illetve olyan frusztrációk meg feszültségek voltak, hogy a politika keményebben belenyúlt ebbe a dologba. Ha most jól megnézed a kulturális életet, és most lehalkítjuk ezeket a noárféle hangoskodásokat, meg stb., azért, ha jól megnézed, most konszolidálódik a szitu. Mióta? Hát szerintem most már jó ideje. Hát ne viccelj, Krúbi fesztiválokon lép föl. A Fluor, Budapest Parkba, Teltház előtt, tehát miket posztol?
Tehát érted, hogyha diktatúra van... Erre mondom azt, hogy szerintem vannak olyan előadók, Majkától kezdve Flóron át, Istenes Bencén keresztül, akiknek akkora a közönségük, és ez a közösségi médiának a hatása, hogy egyszerűen nem tudod zárójelbe tenni, ha akarod sem. Na jó, de a diktatúra van, akkor zárójelbe raknak. A diktatúrában igen. Akkor de szerinted sincs diktatúra? Dehogy van. Nem. Hát ha a siker fölülírja a diktatúrát, hát ahol Kim Jong-unnál számít, hogy a Majkának mekkora közönsége. Hát azt mit érdekelni, érted? És azt is tudjuk, hogyha valakit például el akarnak némítani, elnémítják akár mekkora közönsége. És elnémítják egy-két évig, utána elmegy a közönség is. Tehát a közönség, az sose szabad elfelejteni, se sztárnak, se politikusnak, senki sem megmondónak, ugyanaz akaszt fel, mint aki megkoronáz. Az ugyanaz lesz. Téged akasztott fel a közönséged? Bizonyos része most is akaszt. Hát most azt hiszik, hogy milliárdos vagyok az Orbánból. De mondják sokáig, mert előbb-utóbb az leszek. Tehát majd ők manifestálják, hogy tényleg tanácsadó leszek, hát így is valószínűleg monitorozzák az összes videómat, mert nagyon sok eszmefuttatáson megjelenik a kommunikációba itt vagy ott. Meg a jobboldali média néha át is szokta venni a... Igen. Viszont az egy érdekes dolog, hogy ugye elmentél erre az együttes rendezvényre, magyarul apostrofáltad magad, hogy ellenzéki vagy. Nyilván lett egy csomó olyan követőd, akiknek a szíve ellenzéki hangon dobban. Micsoda szép képzavarban. De jó. És akkor utána meg átmész ellenzék kritikusba is, de akkor nyilván a fideszesek már azt mondják, hogy ellenzéki, az ellenzékiek meg azt mondják, hogy hát mi nem ezt a kaját várjuk tőled. Ilyenkor mennyire kerülsz légüres térbe? Nem foglalkozom vele. Vagy te mondod, aztán... Figyelj, bármilyen tehát ami emlékezetes, ott művészeti vagy bármilyen szempontból, amit egy hasonló, hozzám hasonló figura csinált, ott ezen nem szabad gondolkodni. A legnagyobb lemezek, a legnagyobb filmek, a legnagyobb megnyilvánulások azok sosem megfelelési kényszerből adódóan születtek meg. Ha megfelelési kényszert, akkor lakossági fogyasztói hip-hop vagyok. Tehát, hogyha úgy nézed az Orbánt, ugye sokszor kritizálják, hogy méri az embereket, és akkor ahhoz képest adja elő a maga dolgát. De az Orbán az egy popzenekart csinál. Tehát ő olyan rockzenét játszik, ahol minél nagyobb közönséget kell megnyerni. Sokan hiszik azt, hogy a fideszeseknek muzsikál, dehogy is. Hát különben nem tudott volna szerezni még 800 ezer, vagy mit tudom, mennyi szavazót pluszba. Azért csinálja ügyesen, mert megnézi, hogy hogy lehet eladni a zenéjét. Akkor Orbán a politika kisgrofója? Azt nem mondanám. Vagy kihez tudnád a zenéből hasonlítani? Figyelj, az Orbánnak a működését nézve az Európai Unión belüli politikai vezetőket, sőt, a világ politikai vezetőit illetően, ez egy korszakos csávó. Lehet mondani, hogy nem, lehet őt kritizálni, lehet bizonyos vonulatokat ugye nézni, hogy például mire alapozza a magyar gazdaságnak a működését. Nagy az infláció, sokan vannak ki. Sokan nem figyelnek, hogy mindenhol nagy az infláció. Na most Magyarországon magas inflációnak az oka, hogy alapvetően exporton alapul az ország gazdasága, tehát kitett gazdaság, az összes globális folyamatnak kitett gazdaság, ami nagyon jól működött nekünk, most nehezebb. Tehát, hogyha lenne olyan magyar ős termék, vagy olyan belső folyamat, belső cirkulálás, ami működőképes lenne egy ilyen helyzetben, akkor erősebb lenne a forint. Na, de akkor megkérdőjeleződik az Európai Uniós tagságunk. Mert az Európai Uniós tagságunk az elsősorban az ország kitettségére alapul. Tehát ugye azokért az uniós pénzekért, amiket nem kapunk meg, mi feláldoztunk pozíciókat. Tehát ezekről nem beszélünk. Tehát itt nagyon sokszoros logika mentén kell gondolkodni, és egy tevékenységet nézni, hogy egy vezető mit csinál. De ahogy így most hallgatlak, elnézőbb vagy Orbán Viktornak például a gazdaságpolitikájával kapcsolatban, mint akár a 2010-es évek elején. Hát én, mint a gazdasági élet szereplője, tehát egy hitelügyintéző irodám van.
én látom, hogy mi a gazdasági folyamat. Tehát aranyos, mikor beülnek egy ilyen megmondó műsorba, ilyen értelmiségiek, és elkezdik fejteni a nyomort, amit sose láttak közelről. Tehát mert a nyomoruk abban van, hogy túl sok unikumot isznak, meg nem fürödnek eleget, meg sokat gondolkodnak azon, ami nem kéne. Én láttam nyomort, láttam gyerekkoromban nyomort, bejártam az országot keresztül kasul, és most is találkozom a mi szegény emberekkel. Mi szerinted az, ami már igazán nyomor? Tehát az hogy hát néz ami ki? A cigány soron van. És ott mi van? Hát amikor a ház eleje az szép, és nincs oldalt fala. Az nyomor. Na de... ha megnézed, még a szegény ember is kövér. És akkor azt mondják, hogy azért, mert nem jó kaját eszik. Miért az etióp jó kaját eszik? Az miért sovány? Tehát, hogyha megnézed, itt alapvetően egy kifejezetten jóléti társadalom van, ami elsősorában a jólétében és unalmába üti egymást. Ez egyébként az egész kontinens és a nyugati kultúrára igaz. Tudom, hogy ez fájdalmas bevallás, de ezzel szembe kell nézni. Idézőjelbe vett bizonyos devianciák is azért nyernek olyan teret, amit nem feltétlenül kéne nekik, és nem akarok senkit megbántani, mindenki érző lény, és mindenki fájdalmát és vágyát megértem a boldogság iránt. De azért borulnak föl bizonyos fundamentumok, és szakad szét az emberek szeme láttára a világ, mert túl jó, túl mire könnyű minden. Most? Hát a családnak, a család, mint az emberi társadalom alapvető téglája. Akkor például az LMBTQ törekvéseket azt már nem tartod egy klasszikus családmodell? Az nem tud klasszikus családmodell lenni. Tehát ezzel senki nem szembesíti ezeket az embereket, hogy alapvetően törekvésük nem tud. Mert nem erről szól. Egyrészt ugye természeti alapon nem így működik. Jó, lehet, hogy a tudat odáig formálja az emberi lényt, hogy majd meg tudja magát termékenyíteni. Olyan is lehet, és akkor annak ott helye lesz. De jelen pillanatban itt nem tartunk. Tehát alapvetően nem tud. Amikor az első számú élet célom az, hogy a saját magam identitásával foglalkozom, és azt akarom érvényesíteni, az nem feltételez olyan fajta önzetlenséget és felelősséget, amivel egy gyereket fel tudok nevelni. És ez nem arról szól, hogy én valakit megvetek, lenézek, elítélem, semmi, egész egyszerűen az áll. Hát heteroszexuális családok se alkalmasak gyerekek nevelésére, nemhogy ezek a fajta megközelítések. És itt majd bele lehet kapni abba, hogy azt mondtam, hogy ezek. Tehát bátran kimondom ezt is, hogy indult a freudi elszólalásom. De tehát ugye széthullanak a fundamentumok. Itt hatalmas kérdésekkel nézünk szembe. Tehát itt a vezetők feladata bőven túlmutat azon, hogy bizonyos fajta cégek lobbiait képviseljen, meg a fogyasztást, hogy gördítem tovább, és itt ennél sokkal komolyabb problémákról van szó. Ha ezen nem mutat túl egy politikus tevékenysége, akkor csak löki le a szekeret a lejtőn. Tehát ezért mondom, hogy Magyarországon is persze kéne tenni az oktatásba, a megfelelő nevelésbe, a tehetséggondozásba, az egészségügybe, elsősorban a preventív módon. Nem attól lesznek egészségesebbek az emberek, hogy nyitva áll a kórház ajtaja, és van belőle 56. És bizony, kezd olyan lenni az egészségügyünk, mint a fejlett nyugaton, ahol amit annyira irigylünk, mert ott van az, hogy jaj, megfáztam, és akkor fölhívod az orvost, és azt hát írok valamit, húzza le a felhőből, azt vegye be, azt húzzon a helyzébe. Tehát ilyen az egészségügy Amerikában. Hát a nagybátyám nekem kinnél Amerikában 75 óta, azt mondta, egy orvoshoz mész, azt mondta, hogy influenzát kezelek, én bemegyek a benzinkútra, megveszem, amit kell rá, az kész. Tehát az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mik a körülmények, nincsenek teljes rálátás, és visszatérve a Hontra meg a Schifferre, meg sok mindenki másra, és adott esetben ez Fidesz oldalról is jó, hogyha egészséges ilyen rálátás van. Nehéz ilyen hatalomnak a pozíciójából, ezt is megértem, könnyű elesni ilyen hatalom birtokába, de azért a világ, a minket körbevevő környezet fenyegetése föl kell ébreszt az embereket, hogy itt túlmutat az egész kérdés az, hogy jaj, nem bírom az Orbán pofáját, meg a Gyurcsánynak. Persze köztük van egy hatalmi játék, meg egy tánc,
ami szükséges, és amiben kialakult az a fajta erőviszony, hogy a tehetségesebb birtokolja azt a pozíciót, ami a meghatározó pozíció. Kettejük játékában ő a nap, aki körül forog a hold. Vagy a bolygó. De a naphoz kell az a bolygó, tehát valami bolygó kell hozzá. Hát sok mindenről beszélhetnénk még, de elfogyott a műsorodunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk az elmúlt percekben, elmúlt órákban. Pityinger László Dopmennel beszélgettünk, köszönjük. Én köszönöm.